nem addig ember az ember, amíg produktív. A holisztikus emberképről, azaz a teljességre, az egészre törekvő, a világot egységben, összefüggéseiben látható szemléletről tartott vetített képes előadást a Katolikus Kultúra Napjai keretében Korzenszky Richárd, a Bencés Közösség perjele. Holisztikus, ahogy de szépen hangzik, egész. Egészben gondolkodni, az, hogy minden mindennel összefügg. A holisztikus szemléletről elmondta, fontos hangsúlyozni, hogy az ember több, mint részeinek az összessége, sokkal bonyolultabb egység. Ha föltesszük a kérdést, ki is az ember, különféle válaszokat kapunk. Van, aki azt mondja, hogy az embert azt különbözteti meg a nem ember lénytől, hogy az ember munkás, munka teszi az embert emberré. Hát szerencsére ez a tétel sem igaz. Az ember egy egyszerű és megismételhetetlen lény, akinek van tudata, aki saját magára tud eszmélni, és ez nagyon lényeges. Az ember nem egyszerűen memóriával rendelkező lény, memóriája van más élőlénynek is, de az ember érző, és az ember, bocsánat, hogy ezt az idegen szót használom, interaktív lény. Az ember rá tud érezni a másikra, és az embernek jövője, jövőképe van. A Szentírás emberképe a tudományos magyarázatokkal szemben sokkal átfogóbb, holisztikusabb, nem tudományos ismereteket közöl, hanem üzeneteket küld az embernek, mutatott rá a perjel előadásában. Az ember tulajdonképpen titok, ez az egyszeri és megismételhetetlen létező nagy titok, misztérium, teremtmény. Nem ura a Földnek, hanem része ennek a világnak. Ha azt mondom, hogy ura, akkor inkább mondjuk azt, hogy felelőse, gondozója, gazdája. De vajon tényleg igazi gazdái vagyunk-e ennek a világnak, ami ránk van bízva? Az ember egy olyan lény, amely egy nagyon bonyolult összefüggésrendszerben él. Meghatározza a múltja, de meghatározza a jövőről formált elképzelése is. Minden mindennel összefüggésben van, nem szoktunk erre gondolni. A mai szétesett világban holisztikusabb emberképre volna szükség. Legfőképpen arra, hogy az ember méltóságát tudatosítsuk a szabadság, egyenlőség, testvériség fogalom körében és gyakorlatában, emelte ki Korzenszky Richárd az esten. Az ember felelős, és önként is szabadon le tudja kötni magát, és az a döbbenetes, hogy ha vállalom a kötöttséget, akkor teljesül ki igazán a szabadságom. A szabadság nem azt jelenti, hogy sehová nem tartozom, hogy teszek, ami éppen nekem tetszik. A szabadságnak a lényege valahol ott van, hogy teszem a másiknak azt, amit szeretném, hogy nekem is tegyenek. A szabadságnak a lényege ott van, hogy szolidáris vagyok a másikkal, hogy szeretném jobbá, szebbé tenni az életét. Nagyon fontos volna, zárta gondolatait az előadó, hogy a társadalom, a különálló emberekből álló világunk valahogy egységet tudjon alkotni és találjon közös nevezőt. Az ember társas lény, másokkal való kapcsolat nélkül képtelen élni és képességeit kifejleszteni. Az iskola és a család összehangolt feladata volna, hogy megtanítsa gondolkodni, kommunikálni és együttműködni a gyermeket, és tisztelni a másik embert. Amelyek őt kiemelnék a természeti környezetből,